A legjobbak közt ez a Prima Primissima, és tulajdonképpen ez a Nógrád megyei Prima díj is. A filmben láthatták, hogy az elmúlt években mennyi Nógrád megyei Prima díjast köszönhettünk, és ez a lista, ez a névsor ma este tovább bővül. Ahogyan már elhangzott, ma este 13. alkalommal adjuk át a Nógrád megyei Prima díjakat. A díjazottak kategóriánként 1 millió forintot kapnak, mellé pedig egy üvegkompozíciót. A kategóriák viszont megújultak. Van népművészet, közművelődés, oktatás, tudomány, köznevelés és művészet kategória. Elsőként a népművészet közművelődés kategória nyertesét hirdetjük ki. Az idei jelöltek, hiszen a vállalkozók idén is várták a javaslatokat. Deák Antal, az Újpalócország Egyesület elnöke. A Dűvő Népzenei Együttes. Justin Ferenc sportversenyszervező. A Muzsla Néptánc Együttes. Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatója. Sturma Jenőné, zenepedagógus, kulturális szervező. Ebből a névsorból választott a zsűri, és hogy kit, hamarosan kiderül. A díj átadására felkérem Becsó Zsolt országgyűlési képviselő urat és Tamás Istvánt, a VOSZ megyei szervezetének elnökségi tagját, a Fahéj Kft. Ügyvezetőjét. Kérem, fáradjanak a színpadra. A népművészet közművelődés kategória Prima díjasa a Dűvő Népzenei Együttes. A díjat átadja Becsó Zsolt országgyűlési képviselő és Tamás István, a VOSZ megyei szervezetének elnökségi tagja, a Fahéj Kft. Ügyvezetője, aki pedig átveszi a Dűvő Népzenei Együttes képviseletében. Rúz Dénes! Mivel régóta ismerjük egymást, ezért mondhatom azt, hogy szeretném, ha szólnál néhány szót a közönséghez, de előbb azért hagyj beszéljek én egy picit rólatok, jó? Köszönöm. A Dűvő Népzenei Együttes 1979-ben alakult, 81-től koncertezik rendszeresen. Hosszú ideig a Nógrád Táncegyüttes kísérő zenekara is volt. Repertoárjukban a Kárpát-medence minden etnikumának zenéje megtalálható. A muzsikálás mellett népzenegyűjtéssel és tanítással is foglalkoznak. Az együttes több rangos hazai fesztiválon is részt vett, de számos más ország lakóit is megismertették a magyar népzenével. Elnyerték a Népművészet ifjú mestere címet. Kétszer is megkapták a kiváló együttes kitüntetést. Nógrád megye önkormányzata Madách Imre díjjal, Salgótarján város önkormányzata pedig Pro Arte és Pro Urbe díjjal ismertel tevékenységüket. Most Nógrád megye Prima díját kapták meg. Gratulálok! És akkor most kérlek, szólj néhány szót a közönséghez. Megfogjam addig a díjat? Nem. Nem. Jó. Teljesen jogos. Szokták mondani, hogy jó estét kívánok egyébként. Még nem tudok, mindig csak palócul. Remélem, hogy azért majd megértik, hogy mit mondok. Hogy nem, palócok között vagyunk.
És hát nagy köszönet, meg nagy meglepetés számomra, bár néhány évvel már voltunk jelölve a megyei prímadíjra, akkor lemaradtunk, de hát érthető, el kell telni egy bizonyos időnek, míg az ember bemuzsikálja magát egy bizonyos szintre. Hát nem vagyok a szavak embere, inkább a hegedű szól jobban a kezembe, vagy a ének a számból, de én most nem akarok énekelni. És hát valóban megmaradtunk, úgy gondolom, mi a dővőzenekar, most már ismét a Nógrád Franci Liszttes kísérőzenekaraként is, meg mint önálló zenekar, és hát bejártuk az egész világot. Sosem tudott a nagy csillogás elcsábítani, én mindig megmaradtam, meg a csapatom is megmaradtunk Nógrád megyeinek és Salgótarjáninak, és hát gondolom, hogy ez a díj azért is fontos nekünk, mert el is hiszik, hogy mi ide tartozunk Salgótarjánba, illetve a megyébe, és hát még egyszer köszönet, és továbbra is fogunk muzsikálni a nógrádiaknak előszeretettel, és mindig Salgótarjáni és Nógrád megyei zenekar, vagy mondhatom azt, hogy magyarországi zenészek vagyunk. Köszönjük szépen! Tehát 2017-ben a Népművészet Közművelődés kategória prímadíjasa a Dűvő Népzenei Együttes. Gratulálok! Díjátadóknak köszönöm a közreműködést. És akkor műsorral folytatjuk, ismét Danics Dóra énekel nekünk, fogadják szeretettel. See what's behind, and no way to prove it, so maybe I'm fine. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put a blame on me, don't put a blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clear or you see? What you believe, 'cause I'm only human after all, you're only human after all, don't put a blame on me, don't put a blame on me.
all the put a blame on me. Don't put a blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a woman and do what I can. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. Nagyon szeretnénk a segítségüket kérni a következő dalhoz. Remélem, hogy énekelni fogják velünk a refrént, mindannyian ismerni fogják a dalt. Valahol egy lány.
És akkor folytatjuk a Nógrád megyei Prima díjak átadását. Második kategóriánk az oktatás, tudomány, köznevelés. A díj átadására felkérem Fekete Zsolt urat, Csalgó-Tarján polgármesterét és Juhászné Bártfai Ildikót, a Trifol Kft. Ügyvezetőjét, a VOSZ megyei elnökségének tagját. Amíg a díjátadók ideérnek, addig elmondom, hogy kikre érkeztek javaslatok idén ebben a kategóriában. Balla Zsolt, fotós, művésztanár. Barna László, a Palóc hagyományok őrzője. Berki Judit, művelődés szervező, tanodavezető. Józsa Csaba, sportszervező, oktató. Szabó Péter, az esélyteremtési és önkéntes ház vezetője. Valiskó Ferenc, az október 23-ai emlékfutás szervezője, az erdélyi kör salgótarjáni elnöke. És hogy közülük ki lett a Prima, mindjárt kiderül. Oktatás, tudomány, köznevelés kategóriában 2017-ben a Nógrád megyei Prima díjat Berki Judit kapja. A díjat tehát átadja Fekete Zsolt, Salgó-Tarján polgármestere. És Juhászné Bártfai Ildikó, a Trifol Kft. Ügyvezetője, a VOSZ megyei elnökségének tagja. És a díjazott pedig Berki Judit. Mi is nagyon régóta ismerjük már egymást, úgyhogy fogalmazhatok úgy, egy picit fújt ki magad, előbb beszélek majd én, jó? Óvónői, művelődés szervezői, szociális munkás, gazdasági menedzser végzettségét, tudását az évek során mindig kiválóan hasznosította másokért. Dolgozott többek között művelődési ház igazgatóként, a gyermekvédelem és az idős gondozás területén, a roma ügyekért felelős államtitkárság vezetőjeként. Munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia gyermekszegénység elleni programjának, alapító tagja a Nógrád megyei cigány kisebbségi képviselők és szószólók szövetségének. A szervezet keretein belül az ő vezetésével működik a Bátony Terenyei Tanoda, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak. Ilyen intézmény működik Mátraverebélyben és Lucfalván is. Berki Judit elhivatottsága, embersége, szakmai tudása példaértékű. Ezt most Nógrád megyei Prima díjjal ismerték el. Gratulálok! És akkor kérem, szólj néhány szót a közönséghez. A díjat már nem is akarom elvenni. Tisztelt jelenlévők, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és igazán köszönöm ezt a nagyon rangos elismerést. Én nem tudok olyan szépen zenélni, mint a Dűvő Együttes vezetője. Egyet tudok, hogy a 42 és fél év, amit ledolgoztam, annak a több mint három évtizedét, annak az ügynek szenteltem, ami számomra fontos, és ez a gyermekek ügye. Ma is őértük dolgozok, és őértük teszem a mindennapokban azokat a tevékenységeket, amitől azt remélem, hogy nekik könnyebb és jobb lesz az életük,
többet tudnak majd teljesíteni, mint amit a szüleiknek megadatott. Ez egy nagyon szép munka, és boldog vagyok attól, hogy igazán a nemzet napszámosának tudom magam mondani, mert minden napban meg kell látnom az örömet, az együttműködések lehetőségét, és mindazt, ami a gyerekek ügyét előbbre tudja vinni a mi országunkban. Köszönöm ezt a kitüntetést, a figyelmet, és hát nem utolsó sorban a családomnak és a gyerekeimnek, akik azért az évek során nagyon sokszor nélkülöztek engem, amikor más gyermekekért kellett, vagy úgy éreztem, hogy kell dolgoznom. Mindenkinek, aki jelölt volt, szívemből gratulálok, és hát tényleg gyönyörű a rózsa, gyönyörű a szobor, és nagyon meg vagyok hatódva. Köszönöm szépen! Oktatás, tudomány, köznevelés kategóriában, tehát a Nógrád megyei Prímadíjat 2017-ben Berki Judit kapta. És akkor műsorral folytatjuk. A Nógrád Tánc Együttes következik. Az 1975-ben alakult többszörösen kiváló együttes, számos együttesi és egyéni nívódíj birtokosa. Rangos néptáncfesztiválokon vívták ki a szakmai zsűri és a közönség elismerését, és szereztek együttesi, koreográfiai vagy zenei díjakat, és Nógrád megyei Prima díjjal is büszkélkedhetnek. Ma este garami és ipolymenti táncokat adnak elő, fogadják őket nagy szeretettel. Thank you.
Remélem egyetértenek velem, hogy a Nógrád Tánc Együttest hallgatni és látni mindig öröm, valahogy mindig mosolyt varázsolnak az ember arcára, úgyhogy köszöntsük őket még egy tapssal. És már csak egy kategóriánk maradt, ez pedig a művészet. Kérem a díj átadóit, Medvác Lajos urat, Balassagyarmat polgármesterét és Cékmárné Kelecsény Ágnes Tavosz Nógrád megyei elnökét fáradjanak a színpadra a díj átadásához. És persze ebben a kategóriában is vannak jelöltek, mert hogy érkeztek javaslatok, és hogy kikre. Birkás Babett képzőművész, Bohács István nótaénekes, Csemlicki Zoltán szobrászművész, Gerencsér János festőművész, Grényi Lászlóné énekes, Kalocsai Enikő képzőművész, Máté Krisztián a Kazán István Kamara Színház tagja, Molnár Péter szobrászművész, Susán Ferenc színházi rendező. Hát ebből a névsorból választott a szakmai zsűri. Én azt mondom, hogy bárki is nyer, úgy gondolom jelöltnek lenni is megtiszteltetés. Kategóriában a Nógrád megyei Prima díjat Csemnicki Zoltán kapja. A díjat átadja Cékmárné Kelecsény Ágnes, a Vosz Nógrád megyei elnöke. És Medvác Lajos, Balassagyarmat város polgármestere, aki pedig kapja a művészet kategória Prima díjasa, Csemnicki Zoltán. Előbb egy kis ismertető, és utána kérem, hogy szóljon néhány szót a közönséghez. Köszönöm. Csemnicki Zoltán szobrászművész munkássága művészete anyagválasztásának a drótnak köszönhetően egyedülálló. Számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be alkotásait, köztéri munkái itthon, több városban, sőt Olaszországban és Szlovákiában is megtalálhatóak. Dolgozott pedagógusként, a Balassagyarmati Művelődési Központban kiállításszervezőként, az intézmény vezetője is volt. Meghatározó szerepe volt a sokáig raktárban pihentetett Balassagyarmati kortárs képzőművészeti gyűjtemény újbóli bemutatásában. Számos díjjal, elismeréssel büszkélkedhet. Munkácsi díjas, Madách Imre díjas, megkapta Balassagyarmat díszpolgári címét is. Most Nógrád megye Prima díját vehette át. Gratulálok! Köszönöm mindazoknak, akik gondoltak rám, akik jelöltek, akik aztán megszavaztak, és mindazoknak is, akik eddigi életemben a pályámat egyengedték, segítették, pátyolgattak, és lehetővé tették egyáltalán azt, hogy kifejtsem azt a tevékenységet, amit kifejtettem eddig. És hát így aztán mindenkinek nagyon köszönöm. Igen, megtisztelő ez a kitüntetés. Köszönöm.
A díjátadóknak köszönöm a közreműködést, a díjazottat viszont arra kérem, hogy maradjon itt a színpadon. Kérem, maradjon itt a színpadon. A díjátadóknak egyelőre köszönöm szépen a közreműködést. Sőt, kérem a két másik prímát is, Berki Juditot és Rúz Dénest, hogy fáradjon ide a színpadra. És akkor köszöntsük őket hatalmas tapssal. Tehát a díjazottak a Dűvő Népzenei Együttes, Berki Judit és Csemnicki Zoltán. Önök is megtehetik az ünnepség után. Most azonban felkérem Ádám Imrét, a VOSZ alelnökét, hogy fáradjon ide a színpadra, és köszöntse a díjazottakat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt vállalkozótársaim, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszöntöm Önöket a VOSZ országos elnöksége nevében. Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem ezen a mai estén, hiszen megvalósult itt is a VOSZ-nak az az elképzelése, hogy a politika képviselői, a gazdasági szereplők és a VOSZ tag vállalkozók együtt ünnepelhették Nógrád megye kiválóságait. Demján Sándor úr, elnökünk Demján Sándor úr személyes jó kívánságait is szeretném önöknek átadni. Elnök úr nem tudott eljönni a mai estére, viszont folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei primadíjak eseményeit. A rendszerváltás után a vállalkozók megítélése nagyon rossz volt, ezért döntött úgy elnök úr, hogy ezen próbál változtatni. Azért hozta létre a Prima Primissima alapítványt, hogy a vállalkozók ne csak a munkájukkal, a vállalkozásokkal foglalkozzanak, hanem hogy fogjanak össze. Legyenek lokálpatrióták. És a Prima díjon keresztül támogassák a környezetükben élő művészetekkel, tudománnyal, kultúrával, sporttal foglalkozó kiemelkedő személyiségeket. Ahogy elnök asszony is mondta, Demján Sándor úr 10 éve vállalta ezt a alapítvány működtetését, és ez átkerült az OTP-hez. Nagy változás mégsem történt, hiszen a Prima Primissima alapítvány kuratóriumának az elnöke, az alapítás óta Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója, aki egyébként sok más tisztsége mellett a VOSZ társelnöke is. 2005-ben jött létre a megyei primadíjak rendszere, azóta minden évben, minden megyében 3-3 primadíjast díjazunk, és adunk át nekik 1 millió forintot. Ennek finanszírozása úgy történik, hogy Demján Sándor úr minden évben, minden megyében 1 millió forintot ad saját vagyonából, a VOSZ országos szervezete szintén 1 millió forintot ad hozzá, és a helyi vállalkozók, gazdasági szereplők összefogásának eredményeképpen tudjuk a harmadik 1 millió forinttal díjazni a díjazottakat. A prima díjak értéke pedig felbecsülhetetlen. Egy-egy életmű elismerése. Óriási szakmai, erkölcsi elismerés, amelyet Nógrád megyében a gyönyörű üvegszobor és nettó 1 millió forint emel még magasabbá. Én nagyon fontosnak tartom a helyi vállalkozók évvállalkozója díjjal való kitüntetését is. Kérem a díjazottakat, hogy legyenek rá nagyon büszkék, hiszen az ország legnagyobb vállalkozói, munkadói közösségének
patinás szakmai elismerését vehették át. Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki a Prima díjat támogatta, hiszen gazdasági helyzettől függetlenül minden évben támogatják ezt. A Prima Pimenszim alapítványhoz hasonlóan a VOSZ is megújult. Négy tagozatra osztottuk szekcióinkat, és különböző szervezeti és strukturális átalakításokat végeztünk, és minden eszközzel erősítjük a VOSZ online jelenlétét. De a VOSZ alapértékei nem változtak. Továbbra is a vállalkozók, munkaadók érdekeit képviseljük, próbáljuk elősegíteni a vállalkozók versenyképességének javulását, és természetesen képviseljük őket a kormánnyal való tárgyalások során. Először is szeretnék gratulálni most zárásként valamennyi Prima díjasnak. Én azt gondolom, hogy megérdemelten kapták meg, és további sok sikert, további alkotómunkát kívánok mindannyiuknak, illetve szeretnék gratulálni az év vállalkozója díjasoknak is, és ahogy elmondtam, legyenek büszkék rá, és viseljék a szakmaterheit továbbra is erővel és egészséggel. És legvégén, zárásként szeretném megköszönni elnökasszonynak, Cétmárné Kerecsényi Ágnesnek és csapatának, az elnökségnek ezt a gyönyörű Prima díjat, ami úgy gondolom, hogy Nógrád megye egyik legfontosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Köszönöm a figyelmet. Kérem alelnök urat, még maradjon itt a színpadon egy picit, és még a díjazottakat is arra kérem, hogy maradjanak itt. Sőt, arra kérem Cékmenné Kelecsény Ágnest, a VOSZ-Nógrád megyei elnökét, hogy csatlakozzon hozzánk, mert hogy szeretnénk kocintani a díjazottak egészségére. Ehhez kérnék egy kis segítséget, legfőképpen pezsgőt a háttérből. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ezt az estét lehetővé tette, hogy így sikerüljön. Nem csak a támogatóinknak, hanem a szereplőknek is, hisz ők is felajánlották a bányászenekar, a Nógrád Tánc Együttes, és minden egyes fellépő a segítségét, hogy ez az este így sikerülhessen. Gratulálok az ünnepelteknek, és az utolsó számhoz is majd. És akkor mindenki egészségére. Köszönöm szépen. A folytatásban a Csini Tini Mozsoret műsora következik. A Mihály Gergely csapat éppen a jövő héten ünnepli 10. születésnapját. A csoportnak jelenleg 11 tagja van. Stílusuk, ahogyan ők jellemezték, nagyon színes és sokféle. Ma este legkedvesebb operett produkcióikat hozták el önöknek, fogadják szeretettel. Hallgató, és tőlem nőlemünk, csinos parászszerünk. Éj a nap, mint mind az ablakok, és a földi angyalok. Szép, város, Kolozsvár, majd becsapjuk a szó.
kapok huszár. Kislány, vigyázz, minden ablakot bezár. Szép lányt halál, áldalt ne vár. Nincs pardon, nincs bocsánat, nem kegyelmez gyenge szállat. Kislány, vigyázz, csukd az ablakot bevár. Kislány, vigyázz, meg ne lásson a huszár. Meg ejt a láz, vagy lesz vigyázz. Kislány, a tűzzel ne játsz. Kislány, vigyázz, csukd az ablakot bevár. Vigyázz, csukd az ablakot bevár. Kislány, vigyázz, meg ne lásson a huszár. Meg ejt a láz, vagy lesz vigyázz. Kislány, a tűzzel ne jársz. Hey! Jaj, csúszok, eszem össze csöpök is szám. Nélküled még a mennyország is más. Nem megyek hegyedül oda, nem hagyhat el, nem is soha. Nélküled még a mennyország is más. Hallok is, ha mennyibe tetszítsz a csatizányba élt, kiugrom cizám. A járnyok szerelmenek egy sötétben, a járnyok a csótól csak ritkán fáznak. A járnyok angyalok, az oltárhoz nem szaladnak véletlenül. Úgy műsorban ő férjük el, ezt ők sosem felejtik el. Gyerünk, 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 mert volt az élet. Este fény
Csokrot meddig én vágyódom egyre csak után, egy csók után, száz csók után. Jaj, lányok, tékül élni volt, mit én fényértő rózsacsokrot meddig én szívem csak értünk veszket érzem, hogy rajta leszek van, bennem szóklóg a vér. Thank you.
Ez volt a Csinitini Mozsaret műsora, és ezzel díjátadó gálánk véget ért. Engedjék meg, hogy még egyszer valamennyi díjazottnak szívből gratuláljak önöknek, megköszönöm, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepeltek. Felhívom figyelmüket, hogy a meghívott kedves vendégeket a folytatásban állófogadás várja a Földszinti Kávézó külön termében. Szép estét, viszontlátásra!